Nos hát jó reggelt, kimondottan jó reggelt, ugyanis kimondottan korán van, összeszedünk két embert és elkezdjük az e-heti vlogot. Most megérkeztünk a vlognak az első helyszínére, ami nem más, mint a bakonyi Sobri Jóska kalandpark. Kristóffal és Ábellel jöttem egyébként. Megnézzük, hogy milyen ez a kalandpark. Meghívást kaptunk, azt mondták, hogy kipróbálhatjuk, hogy milyen. Kapunk mindenféle biztonsági dolgot, sisakot, ki leszünk kötve, úgyhogy öltözködés következik. Na srácok, ma új outfit van. Kaptunk köteleket, ki tudjuk kötni magunkat mindenhova. Itt most kapunk egy kisebb-nagyobb oktatást is. Én egyébként régen voltam már kalandparkban, nem tudom, hogy próbáltátok-e már. És nekem annak idején ez olyan 4-5 éve lehetett, nagyon-nagyon tetszett. Mindenképpen szerintem, hogyha van egy szabad hétvégétek, próbáljátok ki, mert menjetek-e barátokkal, vagy valami hasonló. Tényleg egy nagyon jó program. Jelenleg Ábel jön ott felfele, Kristóf még lent vár. És most innen át fogunk csúszni oda a túloldalra a tó fölött. Most, hogy végeztünk a kötélpályákkal, kipróbálunk valami mást is. Nagyon sok minden van egyébként itt. Vannak vízi pályák, van egy nagyon-nagyon hosszú zipline, az egészen onnan fentről a hegyről indul és itt ér véget. Egészen odafel a hegyre, amit ott láttok, kis házikó, oda fogunk most felmenni. Köszi! Nos, mi végeztünk itt a kalandparkban. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam. Ti, srácok? Very good, very good! Link a leírásban. Danke für die Experience. Köszönjük a nyelvvizsgát. Most viszont egy kicsit visszugrunk az időben, ugyanis egy olyan 5-6 napja nekem volt egy jótékonysági fotózásom, még hosszabb is volt a hajam, úgyhogy nézzük meg, hogy akkor mi történt. Elmegyünk egy kicsit jótékonykodni, ugyanis az UNICEF szervezett egy kampányt, ami kicsit az ilyen cyberbullyingról szól. Nem tudom, hogy veletek volt-e már ilyen, hogy esetleg interneten vagy online zaklattak esetleg. Egy eléggé komoly témáról van szó. Azért tartom ezt egy felettébb érdekes témának, mert én, mint blogger, azért elég sok időt töltök az interneten, és hát azért akik igazán sok ilyen online kommentet, hozzászólást kaphatnak, azokba szerintem én is beletartozok. Éppen ezért akartam mindenképpen elvállalni ezt a megkeresést, nem is megkeresés, ez tényleg jótékonyság, mert úgy gondolom, hogy talán hát, hogyha csak egy picit is tudok segíteni valakinek ezzel, akkor már megérte az egész. Na de viszont akkor menjünk erre a fotózásra. Na itt vagyunk jelenleg a fotózáson, mindenkinek egy csendben van, úgyhogy én sem fogok ordítozni. Csinálni fognak rólunk interjút, fog készülni kép is. Egyébként megkértek minket arra, hogy keressünk negatív kommenteket, amiket mi kaptunk. Ezzel kapcsolatban nekem annyi bajom volt, hogy én nagyon sok embert kibanoltam már a csatornámon, ezért úgy összeszedni nem nagyon tudtam őket. Srácok, nem hittem volna, hogy smink is lesz ezen a csatornán. Hát ez egy ilyen smink tutorial, nem Barri? Aha, valami... Lehet irányt kéne váltani. Most fognak engem fotózni, el kell lazítanom az arcomat, és egy picit szabad csak mosolyogni.
Na, megoldtunk ezzel a fotózással. Nekem most haza kell mennem jelenleg, mert mutatok nektek valamit, tegnap vettem bútorokat, úgyhogy szerelés következik. Mennyire szeretek barkácsolni? Erről mesélek nektek egy nagyon-nagyon rövid történetet, amíg ezeket a bútorokat összerakjuk. Körülbelül 18 éves koromig nagyon-nagyon nem szerettem, sőt nem is értettem egyáltalán a fúráshoz, csavarozáshoz, összeszereléshez és a társaihoz. És körülbelül 18 éves koromban kaptam meg az első szekrényt, azt, amit nekem kellett először magam összerakni. És emlékszem rá, hogy azt a kis szekrényt körülbelül 3 órán át szereltem, még az is benne, még ott valamit ott fúrtam is, ott az ilyen előre előkészített dolgoknál általában semmit nem kell kifúrni, mert minden rendesen méretre van szabva, de emlékszem rá, hogy azt a szekrényt körülbelül 3 óráig raktam össze. Viszont, hogyha nem kapom meg azt a szekrényt annó, akkor nem éreztem volna rá ennek az egésznek a szépségére. Kicsit talán a főzéshez tudom hasonlítani ezt a dolgot, ugyanis ott is egyfolytában csinálsz valamit, és a végén lesz egy darab végleges produktumod, amivel aztán meg kell, hogy elégedj, vagy nem. És a barkácsolás, illetve a bútor összeszerelés szerintem pontosan ugyanilyen, ugyanis itt is csinálod, szerelgeted össze a dolgokat, és a végén, amikor kész van az adott dolog, akkor büszke lehetsz magadra. Ki szeretem volna köszönni a vlogban, mert azt elfelejtettem. Remélem tetszett nektek ez a kis kalandparkos, jótékonykodás heti vlog. Ez történt ezen a héten. Leégtem egyébként, azt nem tudom, mennyire látjátok, hogy most kamerán keresztül nem biztos, de eléggé ég mindenem. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és nem vagytok feliratkozva, kiratkozzatok fel. Jövök nektek a következő heti vloggal, ami tele lesz tesztoszteronnal. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!